Ja, Laura. Laura, az érdekes. Patrik a producer. Sziasztok, én Anna vagyok, üdv ismét a csatornámon. A mai videóban a dalszerzésről fogok beszélni, hiszen én több éve foglalkozom dalírással. Hát teljesen egyedül, amatőr szinten kezdtem, és nem mondanám, hogy most professzionális szinten vagyok, de most van 3-4 futóprojektem is, és holnap lesz az első dalnak a felvétele, szóval nagyon-nagyon izgatott vagyok, és erről szeretnék kicsit mesélni, a lépéseket, meg hogy miből is áll egy egész dalnak a kiadása, mert például én teljesen úgy álltam hozzá, hogy semmi fogalmam nem volt az egészről, és számomra nagyon hasznos lenne, vagy lett volna egy ilyen videó. Úgyhogy kezdjük is a lépésekkel. Ugye említettem, hogy több éve foglalkozom dalírással, ami azt jelenti, hogy nekem már így amióta csak zenét hallgatok, amióta az összemet tudom, folyamatosan azt fogott meg egy zenében, hogy milyen a szövege. Szóval lehet, hogy emiatt is kezdtem el én magam is írni, mert hiába volt nagyon kecsi egy szám, hogyha szár volt és semmit mondó a szövege, akkor nem érdekelt. És hiába volt annyira ritmusa és a dallama nem megfogó, viszont ha a szövege jó volt, akkor folyamatosan tudtam hallgatni. Tehát nekem ez a fontos, és hát az egész márkám, a Bad Witch Fashion is dalszöveges pólókat árulunk, szóval erre alapult az egész. És január közepén határoztam el, hogy na most már itt az idő, tényleg szeretnék kiadni egy dalt. Szóval hát én minden kapcsolati tőkémet bevetettem, és végül sikerült találnom egy producert, csak annyi a bökkenő, hogy Siófokon van, viszont nagyon jól meg tudtuk oldani, hogy messengerrel és telefonon kommunikáljunk, szóval teljesen így összhangban voltunk, és megegyező érdekeink voltak, szóval ezt úgy gondolom, hogy elengedhetetlen egy jó producer egy dalhoz, ha csak nincs neked saját magadnak olyan profi stúdiód, amiben teljesen egyedül meg tudod, ki tudod vitelezni a felvételt. Én egy lo-fi, ilyen bedroom popos dalt terveztem, és olyan szöveget írtam. Aztán annyiféle variáció volt közben, hogy legyen inkább ilyen drámai, legyen poposabb. A producerem az inkább abban gondolkodott, hogy mi lenne a népszerűbb. Én tényleg csak, hát lehet ilyet mondani, csak magamnak akartam a dalt kiadni. Csak magamnak akartam, hogy elkészüljön. De nyilván egy producer már olyan szemmel gondolkodik, hogy na akkor ezt most játszani fogják a rádiók, stb. Szóval ebben sokat segített, hogy én is kicsit gondolkodjak így, de nekem ez még mindig nehezen megy. De végül egy ilyen lo-fi beat lett az alap, és ez nagyon-nagyon tetszett nekem. Szóval mondtam, hogy jó, akkor oké, legyen ez, és akkor utána még az volt, hogy gyorsabb legyen-e, vagy lassabb. Ez már tényleg ilyen részletkérdés, meg ebben most annyira nem mennék bele, mert ez most, aki annyira nincs a szakmában, annak nem hiszem, hogy érdekes lehet, én sem teljes mértékben értek hozzá, szóval most ilyen ritmusokkal, meg ütemekkel nem fogok foglalkozni. Térjünk is át a következő lépésre, ami az énekesnő találás és választás volt. Tehát bárki, akinek tudtam, hogy szép hangja van, én ráírtam, megkerestem, ismerősök ismerőseit kértem meg, hogy nem akarják elvállalni, stb. Stb. És a végén pedig már ott tartottam, hogy annyi ember jelentkezett, úgymond, hogy én választottam ki, hogy kinek akarom adni a dalt. Ami így annyira fura, hogy tényleg mennyire nyitott ez a zenei közösség a dolgokra. És végül sikerült találnom, a producer által sikerült találnom egy lányt, Laurát, aki nagyon fontosnak tartottam én, hogy az énekesnő érzelmileg és ugye hangszínileg, meg ilyen dallamilag is tudjon azonosulni a dallal, és hogy írjen hozzá a dal. És Laura erről a témáról írta a szakdogáját, amiről én a dalt írtam. Szóval annyira jól jött ki, mert tényleg most olyan énekesnőnek hiába adom, aki egyáltalán nem ilyet át olyat, vagy nem semmi köze a témához, tehát most egy ilyen full happy énekesnőnek nem adhatok egy szomorú dalt. Na igen.
Szóval, igen, mondtam, hogy a felvétel az ugye pénteken lesz, és ezért Siófokra fogok utazni, vagy vonattal, vagy ilyen, nem tudom, autóval. Igen, ezt még nem tudom, fogalmam sincs, hogy hogy fogom megszervezni, mert még sulim is lesz aznap, meg minden. 120 millió dolgom van, most is egy időpontra megyek, egy 20 perc múlva, szóval ezt ilyen nagyon random veszem fel, lehet azért is beszélek kicsit gyorsan, de igen, és emellett ugye még ilyen 3-4 futó projektem van különböző énekesnőkkel, amiknek szintén remélem, hogy minél előbb láthatjátok a végeredményét. Nem is tudom még, mit akartam mondani. Hát igazából még annyit szerettem volna mondani, hogy arról ugye nem beszéltem, hogy így miből inspirálódom, mert úgy gondolom, hogy ez egy külön videót is érdemelhet, akár hogyha érdekel titeket a téma, hogy tényleg mi ihlet egy dalt, és tényleg akkor ezt írjátok meg, akár itt, akár InstaDM-be. InstaDM-be sokkal aktívabbak vagytok, ezt már észrevettem, de itt is nyugodtan kommentelhettek, nem foglak megenni titeket, vagy bármi. Szóval, ja, bármiféle kritikát is szívesen fogadok, azt is, hogy milyen videókat szeretnétek látni tőlem, és nagyon szép napotok, sziasztok! Most néztem vissza a videót, és ezt így teljesen elfelejtettem mondani az elején, azért lehet kicsit zavaros, hogy nekem egyáltalán nincs jó hangom, és ezért kellett az énekesnő, hiszen tényleg, én tényleg próbáltam így fejleszteni magam különböző gyakorlatokkal, ugyan tanárhoz nem jártam, de ezért kellett az énekesnő, és ezért dolgozom énekesnőkkel, hiszen sajnos a saját hangommal nem tudok dolgozni. Köszi, ennyi!